A szabadság nem alapjog, ezért érte, mindig mindenkinek küzdenie kell, kezdte ünnepi beszédét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója napkoron. A 169 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharcra emlékezve Polgári András kiemelte, 2017-ben is fontos szabadságunk és nemzeti identitásunk megőrzése. A márciusi ifjakra, valamint a szabadságért harcoló bátor nőkre és férfiakra együtt emlékezett napkoron a nagyközség, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata. 10 éve vezettük be ezt a hagyományt, talán már 10 év távlatából lehet hagyományról beszélni, hogy mindig a megye egy-egy településén a helyi közösségekkel együtt ünnepeljük nemzeti ünnepeinket. A leggazdagabb jelentéstartalmú ünnepünk talán március 15-e, hiszen a tavasztól, az újjászületés üzenetétől, az ifjúságon keresztül haza és haladás, polgári átalakulás, és még folytathatnám azokat a fontos eszméket, gondolatokat, amelyek március 15-éhez kötődnek mindannyiunk emlékezetében, gyerekkorunktól fogva. Egy fantasztikus ünnep, együtt van a nemzeti közösség, együtt ünnepeljük, hogy magyarok vagyunk, emlékezünk a dicsőséges harcokra, a forradalomra. Az ünnepségen Dani Attila tárogató művész pusztadobos polgármesterének közéleti munkáját és hagyományápolását a megyei közgyűlés bronzplakettjével ismerték el. A sajtónapi kitüntetést Pap Attila sportriporter kapta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának tájékoztatása érdekében végzett áldozatos munkáját díjazták. A rendezvényen átadták a Napkor Nagyközségért díjat, valamint a Napkor Nagyközség kiváló pedagógusa díjat is. A polgármester az ünnepségen kiemelte, minden évben emlékezni kell a 48-as hősökre, arra, hogy a forradalmi lendület győzedelmeskedett a zsarnokság felett. Mi napkoron mind a három nemzeti ünnepet megünnepeljük természetesen a helyi egyházi közösségekkel. Három történelmi egyház van jelen napkoron, és minden egyes nemzeti ünnepen valamelyik történelmi egyházzal közösen emlékezünk a hőseinkre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok tudják és ismerjék ezeket a példákat, amiket ugye úgy a 48-as szabadságharcosok is, mint az 56-os forradalmárok tanúsítottak, és az általános iskolai diákok bevonásával ezt évről évre megtesszük. A napkori megyei ünnepségen felléptek a 7-es, 8-os diákok, ünnepi zenés műsorral kedveskedtek az emlékezőknek.